Pál apostolnak Timóteushoz írt első levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztus apostola, a mi megtartó Istenünknek és Jézus Krisztusnak, a mi reménységünknek rendelése szerint Timóteusnak, az én igaz fiamnak a hitben. Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amiképpen Makedóniába menetelemkor kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt. Sem mesékkel és végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által. A parancsolatoknak vége pedig a tiszta szívből, jó lelki ismeretből és igaz hitből való szeretet, melyektől némelyek eltévejedvén hiába való beszédre hajlottak. Kik törvénytanítók akarvá lenni, nem értik sem amiket beszélnek, sem amiket erősítgetnek. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvény taposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya és anyagyilkosokért, emberölőkért, paráznákért, férfi fertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és ami egyéb csak az egészséges tudománnyal ellenkezik, a boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint, mely reám bizatott. És hálát adok annak, aki engem megerősített a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra. Kielőbb Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó valék, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését, példagyanánt azoknak, akik hisznek ő benne az örök életre. Az örökké való királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Ámen. Ezt a parancsolatot adom néked, fiam Timóteus, a rólad való korábbi jövendőlések szerint, hogy vitézkedjél azokban a ma jó vitézséggel, megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedtek, kik közül való Himenéusz és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak. Második rész. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, háladások minden emberekért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes Isten félelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében. Ami véget rendeltettem én hirdetővé és apostollá, igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok, pogányok tanítójává hitben és igazságban. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat, nem hajfonatokkal és arannyal, vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, hanem amint illik az Isten félelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel. Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.
és Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván bűnbe esett. Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és szent életben mértékletességgel. Harmadik rész. Igaz ez a beszéd. Ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván. Szükséges annak okáért, hogy a püspök fedhetetlen legyen. Egyfeleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos. Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó, hanem szelíd, versengéstől ment, nem péncsóvárgó. Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel. Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten egyházára? Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván az ördög kárhozatába essék. Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól, hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék. Hasonlatosképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók, kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel, és ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Feleségeik hasonlóképpen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek. A diakónusok egyfeleségű férfiak legyenek, akik gyermekeiket és tulajdonházaikat jól igazgatják. Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben. Ezeket írom néked remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek. De ha késném, hogy tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka. Isten megjelent testben, megigazítatott szellemben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Negyedik rész. A szellem pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben, akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, akik megismerték az igazságot. Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal, mert megszenteltetik Istennek igéje és könyörgés által. Ezeket, ha elejébe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, amelyet követtél. A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd, hanem gyakorold magadat a kegyességre. Mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete. Igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk. Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivel hogy reménységünket vetettük az élő Istenbe, aki minden embernek megtartója, kiváltképpen a hívőknek. Ezeket hirdessed és tanítsad. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a szellemben, a hitben, a tisztaságban. Amíg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra. Megnevesd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatott néked prófétálás által a presbiterium kezeinek reát tevésével. Ezekről gondoskodjál,
ezeken légy, hogy előhaladás, hogy nyilvánvaló legyen mindenek előtt. Gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Ötödik rész. Az idősebb embert ne dorgáld meg, hanem incsed, mint atyádat. Az ifjabbakat, mint atyád fiait. Az idősebb asszonyokat, mint anyákat, az ifjabbakat, mint nőtestvéreidet teljes tisztasággal. Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy elsősorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszonttartozást, mert ez szép és kedves dolog Isten előtt. A valóban özvegy és magára hagyatott asszony pedig reménységét az Istenbe veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal. A bujálkodó pedig élvén meghalt. És ezeket hirdest, hogy fedhetetlenek legyenek. Ha pedig valaki az övéiről, és főképpen az ő házanépéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél. Özvegyasszonyul 60 éven alul levő meg ne választassék, egy fér felesége lett légyen, akinek jó cselekedetekről bizonysága van, ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorultakon segített, ha minden jó cselekedetben foglalatos volt. A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellőzd, mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni. Ezeknek ítélete megvan, mivel hogy az első hitet megvetették. Egyszer, mint pedig dologkerülők lévén megtanulják a házról házra való járogatást, sőt nem csak dologkerülők, hanem fecsegők is és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, amiket nem kellene. Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szüljenek, háztartást vigyenek, és semmi nemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra. Mert némelyek már elhajlottak a sátánhoz. Ha valamely hívő férfinak vagy nőnek vannak özvegyei, segítse azokat és ne terheltessék meg a gyülekezet, hogy azokat segíthesse, akik valóban özvegyek. A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltassanak, főképpen akik a beszédben és tanításban fáradoznak, mert azt mondja az írás, a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkás a maga jutalmára. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanú bizonyságra. A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek. Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból. A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben. Te magadat tisztán tartsd. Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből. Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók, előttük mennek az ítéletre. Némelyek pedig hátul követnek is. Hasonlóképpen a jó cselekedetek is nyilvánvalók. És amelyek másképpen vannak, azok sem titkolhatók el. Hatodik rész. Akik iga alatt vannak, mint szolgák, az ő uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék, hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék. Akiknek pedig hívő uraik vannak, azokat megnevessék, mivel hogy atyafiak, hanem annál inkább szolgáljanak, mivel hogy hívők és szeretettek, kik a jó tevésben buzgolkodnak. Ezekre taníts és incs. Ha valaki másképpen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt, az felfuvalkodott, aki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharcokban szenved, amelyekből származik irigység, viszálykodás, káromlások, rossz akaratú gyanúsítások. Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiába való torzsalkodásai, akik az Isten félelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, akik ilyenek, eltávozzál. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra. Világos, hogy ki sem vihetünk semmit.
de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát. Nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Meghagyom neked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alattam a szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig, amit a maga idejében megmutat a ma boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak királya és az uraknak ura, kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen. Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent, ami tápláltatásunkra, hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők, kincset gyűjtvén maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. Ó Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismereteknek ellenvetéseitől, amellyel némelyek kevékedvén a hit mellől eltévejedtek. Kegyelem veled. Ámen.